önmartalú. Írni kéne valamit. De mit? Az elmém épp semmit sem alakít. El kéne indulni egy szálon, hogy a képzelet a föld alá szálljon. Semmi téma megőrít a világnak. Írjak nőkről, hogy ki lesz ma. Aldi házi asszony Ildi, de megint Emma, ennek holnap. Hogy van egy csaj, ráadásul elég kurva, viszont ha nem kaphatom meg, szemét kurva. Amúgy sem mondanék ki egy 15 évesre, de ha megpillantanak, az első benyomástól elveszted. Ha egyáltalán megvolt még, gondolom élvezted. Írjak szimplán prózában, hogy meg annyi kutya sírig rágódik egy sérült ország haldokló sziluettje felett, miközben még néha dobban egyet-egyet a háromszínű szív. Ahol a nagy kutya szívja a szorgos bolhák vérét, és rászadik a 12 csillagos nyökörre. Használjak helyette rímeket, mikor a remnek őre integet. Ingerel a kékkéleti világkép, az arcán látszik kivált kép, kár már minden vitáért. Egy jard az 36 hüvelyik. Szerintem csak egy teleszart hüvely. Kapcsold le a villogót, és annak hisz, aki szerint kártékony a kannabizmisz. Vagy írjam, hogy itt a nemzeti önérzet valami vámhivatal meg zohány volt, képmutatás, mikor az utóbbiban a személyemet kérik szopásból, azaz szokásból, viszont a házigazda saját pálinkájából tölt nekünk, ha már legalább azt legálisan főzhetünk. Vagy a másnapról, hisz az estéről maradt még egy elmosódott fotó. Ja, mi képlet. Csak azt bánom, hogy tire és élre szedidült a mi képlet. Már csak valami csattanó kéne, mint az ostor, vagy egy kemény este vége. Már is kigondolom, mindjárt meg lesz, sőt, megyek aztán leverek egy sört.